visszaidézném a mai darabot, hogy vannak emberek, akik szándékosan idősebbnek sminkelik magukat, akármilyen oknál fogva. Hát nekem, ami ma lejött a színpadról, az egy olyan fiatalos, dinamikus lendület volt, amit nem tudom, hogy honnan jön. Ez rám vonatkozik, vagy a szinte összes szereplőjére? Most elsősorban önre, de az egész darabra is. Nagyon szépen köszönöm a bokot, de hát ez a csalafintaság benne, hogy azt a kort, azt valamilyen módon valakinek fölülről vagy alulról meg kell közelíteni, ami úgy elhangzik, hogy körülbelül hány éves lehet, és akkor kicsit csalni kell az idősebbeknek, hogy ők is gyanúsak lehessenek, hogy talán lehet, hogy fiatalabbak is egy kicsit festették a hajukat. Milyen érzés volt átvenni ezt a szerepet? Hát én kötelességemnek éreztem, mert mi a Jocóval együtt játszottunk egy évig a halála előtt, és akkor is mondta, hogy van ez a szerep is, meg ez egy két személyes darab volt, amit mi játszottunk a Gólem Színház előadása is. És aztán, amikor felhívott a Sándor, hogy megárult az előadás, akkor hát nem gondolkodtam rajta, mert tudtam, hogy ezt a Jocó is így akarná. Ugye, akinek a színészet az élete, az biztos büszke arra, hogy a lányai is folytatják ezt. Hát igen, igen, büszke is vagyok rájuk, hála Istennek, igen. Nagyon jól művelik a szakmát, és nagyon munkabíró és klassz kis egyenes emberkék. Atyai motiváció volt, vagy belenőttek ebbe? A szakmába? Hát a szakmába valószínűleg belenőttek, mert ugye volt közük már gyerekkorukban is, járkáltak színházba, érezték, értették, hogy ez micsoda. De mi soha nem erőszakoltuk őket, hogy bármit is csináljanak, aztán ezt választották. A színészet vagy a filmes, tudom, hogy a kettő között nagyon nagy különbség van. A filmes munkák azok mennyiben voltak mások, mint amikor a színpadról kell előadni azt, amit elő kell? Egészen más műfaj. Egészen másképp kell rákészülni. Egészen másképpen próbálja az ember, egészen másképpen kell azt a jelenetet, adott jelenetet összerakni, készre csinálni. Filmen ott nincs annyi idő rá, színházban hónapokig lehet próbálni. Viszont a színház az megtörténik, elmúlik, soha többet nem látja senki. A filmet meg több száz évig elő lehet venni. Az ilyen kis előadások, amikor megtöltik a kis településeken a színpadot, az mit nyújt egy színésznek, hiszen igazából itt ott a közelség, ott vannak az emberek, lehet kontaktust velük teremteni jobban, mint egy nagy színpadon. Hát hála Istennek azt kell mondjam, hogy megszoktuk már, hogy teltházak előtt játszunk, mert valaha Cegléden voltunk legutóbb, elég nagy színház van, ott is tele volt, és mindenhol teltházakkal játszuk. Nem is olyan nagyon kicsi ez a Tószegi, és egy nagyon helyes kis terem, úgyhogy nem lepődtünk meg, hogy tele volt és ennyien érdeklődtek. Nagyon jó, megvan írva a színdarab. Ez ma is kiderült, ugye, hogy a szavazáson hogy négyen találták el összesen, hogy ki a gyilkos, és nagyon nagy volt a szórás. Tehát mindenki kapott, mindenki valóban gyanús volt, mindenki kapott szavazatot. Ilyet még nem csináltunk, de nagyon érdekes és nagyon tanulságos volt nekünk, hogy bizony akkor nem véletlenül mondják azt, hogy ez a világ egyik legjobban megírt színdarabja, mert ugye hát a krimiben nem szabad kiderülni, csak az utolsó oldalnak, és a könyvtáros hölgy mondta, hogy a négy közül az egyik hölgy azt el is olvasta, mert amikor tudta, hogy akkor elkért és elolvasta. Hát nem szabad elolvasni a krimit, de ő elolvasta, úgyhogy az gyakorlatilag akkor hárman találták el az előadás alapján. Természetesen most nem fogjuk elárulni a megoldást, hogy akiknek még ez nem volt meg, azért járt ezt az élményt, ami nagyon különleges volt. Ez azt is jelenti egy picit, hogy a színház újra feléledőben van talán? Hogy újra felé, a színház több ezer éve fel van éledve. A színház az nem múlt el. A színház az túléli a televíziót, a filmet, mindent. Csak halkan mondom, hogy többek között azért is zsúfoltak a színházak országszerte, mert a televízió műsora hagy némi kívánnivalót maga után, hogy így mondjam. És ezért aztán néha az emberek azt mondják, hogy menjünk már egy színházba, ma annyit néztük ezt a ilyen-olyan televíziót. Úgyhogy az nekünk csak jó. Utolsó kérdés, milyen olyan szerepek vannak, amik most párhuzamosan futnak ezzel? Hol lehet még önt látni? Hát Szombathelyi Színházban próbálom most a Bernácsó Sosem Lehet Tudni című színdarabját.
És aztán áprilistól forgatjuk a 200 első Randi című tévésorozatnak, a Viaszat 3-on nagy sikerű tévésorozatnak ősszel ment az első 60 rész, és ezt most április végén elkezdjük forgatni, és októberben jön a 200 első Randi következő 60 része. További jó munkát kívánok önnek, és remélem, hogy legközelebb is találkozunk egy ilyen színpadon. Bármikor, ha Túlszegre hívnak, mi jövünk. Köszönöm szépen.